A 2018-ban életbe lépett munkavállalókat is érintő legjelentősebb változásokat az indokolta, hogy szükséges volt az Európai Uniós jogi normákhoz igazítani a munkáltatónak a munkafeltételek változása körében előállt kötelezettségét. A 2018. január 1-e előtti szabályozás csak arra kötelezte a munkáltatót, hogy a munkavállalókat olyan munkára alkalmazzák, amelyek nem járhatnak hátrányos következményekkel a munkavállalók testi alkatára vagy egészségi állapotára. Nem tartalmazott azonban a jogszabály kifejezett rendelkezést arra vonatkozóan, hogy amennyiben időközben megváltozik a munkavállaló munkaképessége, kötelese a munkáltató ekkor is hozzáigazítani a munkakörülményeket a megváltozott helyzethez. 2017. december 31 napjáig a munkáltató számára kötelezettség volt az, hogy a munkavállalót csak olyan munkára alkalmazhatta, amely nem jár hátrányos következménnyel a munkavállaló egészségi állapotára. Ugyanakkor nyitva maradt az a szabályozás, mi van abban az esetben, ha a munkavállaló egészségi állapotában a munkaviszony fennállása alatt következik be hátrányos változás. Ezt a hiányt, ezt az űrt pótolja és tölti be a 2018. január 1 napjától hatályos rendelkezés, mely szerint ebben az esetben a munkáltató, a munkavállaló megváltozott egészségi állapotához szükséges, hogy igazítsa a munkafeltételeket. Fontos, hogy az új rendelkezést nem csak akkor kell alkalmazni, ha a munkavállaló egészsége üzemi baleset, foglalkozási betegség vagy más a munkavégzéssel összefüggő egészségromlás miatt következik be, hanem egyéb, például otthon, tehát nem a munkaviszony keretében elszenvedett egészségkárosodások esetében is érvényes. A munkajogi változás a várandós nőknek és a kismamáknak is védelmet nyújt. A kismamák a várandóság tényének a bejelentésétől a gyermekük egy éves koráig egyfajta védelemben részesülnek a munkafeltételek megváltozása körében. Ugyanis a módosítás kimondja, hogy a munkáltató a várandóság tényének bejelentése időpontjától a gyermek egy éves koráig köteles a munkafeltételeket hozzáigazítani ehhez az állapothoz, a terhesség időszakához és a szoptatásnak az időszakához. Továbbra is szükséges lesz orvosi véleményre a megváltozott munkaköré alkalmasság igazolására, viszont a módosított munkafeltételekre is irányadók lesznek a korábbi bérezési szabályok, vagyis a megváltozott munkakörülmények alapján jár a munkabér, az azonban nem lehet kevesebb a munkavállaló munkaszerződés szerinti alapbérénél.